A MÁV ZRT a Magyarországi Közforgalmú Vasúti Pályahálózat nagy részének üzemeltetőjeként mintegy 7000 kilométernyi vaspálya és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra működtetéséről gondoskodik. Most Nyíregyházán a Simai úton is fejlesztenek, átépítik a vasúti átjárót. Sebességkorlátozása és félpályás útlezárása is számíthatnak az arra közlekedők. A közúti forgalom a vasúti átjáró mellett kialakított ideiglenes átjárón haladhat. Sebességkorlátozás és félpályás útlezárás mellett váltakozó irányba közlekedhetnek a járművek. A megszokottnál hosszabb menetidőre kell számítani, aki teheti, javasoljuk, hogy válasszon alternatív útvonalat, az arra közlekedők megértését és türelmét kérjük. A munkák során széles közút és gyalogos átjáró épül a kapcsolódó vágányokkal 120 méter hosszban, valamint a kollégák felújítják a csatlakozó útburkolatokat is. A felújítást követően az arra közlekedők biztonságosabb és zöggenőmentesebb áthaladást tapasztalhatnak. A felújításnak ez lesz többek között az egyik gyakorlati haszna. A közelmúltban a külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, 2022-ig 1500 milliárd forint segíti a magyar vasút fejlesztését. Jövő év elején megkezdődhet a tervezési és engedélyezési munka, hogy 2023-ra befejeződjön a Budapest-Belgrád vasútvonal építése. A visegrádi országok miniszterelnökei regionális gyorsvasúthálózat kiépítéséről állapodtak meg, egy év van arra, hogy a Budapest és Varsó közötti gyorsvasútra elkészüljenek a megvalósíthatósági tanulmányok. Szakmai konszenzus alapján a beruházással 4 óra lesz a menetidő a magyar főváros és Varsó között, és ezzel akár már versenyezni lehet a légi közlekedéssel. Budapest és Kolozsvár között átfogó fejlesztési stratégia keretében épülne gyors vasút, amelynek útvonalát Bukarestig meghosszabbítanák a románok. A magyarországi vasútvállalatok éves árbevétele egyébként 2017-ben meghaladta 600 milliárd forintot, az ágazat éves szinten mintegy 150 millió utast és több mint 52 millió tonna árut szállított.